még egyszer, gyere elő, a résben halál újtár gyerekkorom. Csak ő legyek, csak bogár legyek, és engedj újra füveiddel játszanak. Még egyszer, csak bújj elő, vízben kövek alatt rejtőzködő. Félelmes, álmos korom, vízekben bőr alatt rejtőzködő. Édesanyám, bújj elő, kőm alatt rejtőzködő. Cseh Tamás idén 2013. január 22-én a Magyar Kultúra Napján lett volna 70 éves. Ennek apropóján a Deli Géza által vezetett Ráb színpad a dalszerző énekes dalaival ünnepelt, az örökérvényű dalokat saját ízlésükre formálva. A műsor elején Dancsa Bálint mondott bevezetőt. 1823. január 22-én fejezte be a református Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Ez a mai naphoz képest 190 évvel ezelőtt történt. 1989 óta ünnepeljük ezt a napot ezen a néven, azaz 24 éve. De ki tud önök közül arra a kérdésemre válaszolni, a kultúra halálának 100. évfordulóját mikor fogjuk ünnepelni? Ha kinyitjuk az újságot, bekapcsoljuk az internetet, ugyanazokkal a hírekkel találkozunk mindenütt. A kultúra válságban van. Úgy vélem, már az is a válság jelenség körébe tartozik, hogy uralkodóvá vált a rövidtávú gondolkodás. Ennek egyik káros következménye, hogy a válság megoldását is rövid távon gondolják egyesek. Az ismert, hogy Cseh Tamás, ha élne, ma lenne 70 éves. Baja városa ezért Cseh Tamás emlékkoncerttel ünnepli meg a Magyar Kultúra Napját, tisztelegve ezzel a művész munkássága előtt, tisztelegve a magyar kultúra előtt, irodalommal, szóval, tánccal, zenével és énekkel. Kérem, fogadják szeretettel a Ráb színpad műsorát. A műsorban fellépnek Deli Géza, a színpad vezetője, Fazekas Péter, énekgitár, Jaberné Völgyi Csilla, hegedű, Dudás Júlia furúja ének, és Bence Judit tánc. A 60-as években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma. Emlékszem, nap mint nap hajóval átmentünk Almádiból Siófokra. Ó, a régi Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajó. Ó, a régi a teraszon, ültünk nyarakon, s úgy néztünk végig a tavon.